Köszöntöm a Paletta magazin valamennyi nézőjét. 80 év után folytatódott a feltárás a Csekberény Oront pusztai avarkori temetőben. Ezzel is foglalkozik a Paletta magazin, valamint az Operett Fesztivál részleteiről is beszámolunk majd. Számítok a figyelmükre, tartsanak velünk! Nyolcvan év után folytatódott a Csekberény Oront pusztai avarkori temető feltárása. A Szent István Király Múzeum régésze Szücsi Frigyes, az ásatás vezetője a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Több szempontból is különleges a lelőhely története, és egyáltalában az, hogy újraindulhatott itt a feltárása az ásatási helyszínen. Egy kicsit az előzményekről elárulnál többet? 1935-ben építettek egy iparvasutat Csekberény és a Bodajki vasútállomás között. Egy erdőt termeltek ki a hegyen, a dombokon, és onnan szállították a fát a Bodajki vasútállomásra. Amikor átvágtak Oron pusztán egy dombot, akkor került elő ez az avarkori temető, és 1936-tól 39-ig 452 sírt tártak fel, kezdetben Lencsés József múzeumi altiszt vezetésével, majd 1938-tól a később legendás hírűvé vált László Gyula professzor vezetésével, és 1939-ben a sajnálatos módon a II. Világháború kitörése akadályozta meg, hogy aztán a következő években folytatódhasson ez a feltárás, ami valahol a mi szerencsénk, hiszen így nekünk nyílott arra lehetőségünk, hogy folytathassuk a munkát. Akkor is lehetett már sejteni, hogy ez egy ilyen nagy kiterjedésű területen elhelyezkedő temető? Hát is. A kutatásban gyakran úgy fordult elő a lelőhely, hogy 7. századi vagy úgynevezett kora avarkori lelőhely, mert az avarkornak van egy ilyen hármas bontása, hogy kora, közép és késő avarkor. Ez egy időrendi sorrendet jelent. Sokan úgy vélték, hogy itt csak ezt a korai időszakban, a 7. században használtak, és nem ekkora lelőhely, de már azért megjelentek olyan hangok is, hogy bizony itt egy jelentősebb kiterjedésű lelőhellyel számolhatunk. Aztán a 90-es években jött egy elképesztően csodálatos és szerencsés légifotó, amit beazonosítottak, hogy itt a helyszínen készült, és ezen a légifotón egész egyszerűen a gabona táblában, a gabona a növényzet által vetett árnyékból látszódnak a sírok, és enyhe túlzással, de meg lehet számolni, hogy hány sír tartalmaz a temető, mekkora a kiterjedése. Igen, hiszen ezt a térképet már korábban nézhették, bemutattuk itt a híradóban is, volt erről egy kis rövid összeállítás. Gyakorlatilag fantasztikus, hogy mennyire más színű ott a növényzet. Legalábbis számomra laikusként ugye ez tűnt fel, hogy teljesen más színe van ott a növényzetnek. Igen, én is laikus vagyok a témában, mert a régészetnek ez egy igen speciálisága, a légi régészet, de tömören és laikus megfogalmazással azt lehet mondani, hogy igazából a háttere ennek abban áll, hogy ahol az ember bolygatta a talajt, ott jobb a talajnak a víz megtartó képessége, és ott egy icipicivel magasabbra nő a növényzet, valamivel sötétebb árnyalatot is vesz fel, és hosszabb ideig zöldel. És ez a színbeli különbség, és főleg az, hogy kismértékben magasabbra nő, ez elegendő, hogyha megfelelő napszakban, megfelelő szögből fotózzák a levegőből a területet, hogy kimutassa nekünk ezt a tényleg sok szempontból egyedülálló és csodálatos képet. Aztán a térinformatikusok segítségével gyakorlatilag, mint egy ilyen kis koordinátarendszer úgy néz ki ez a felvétel, amit mutattál nekünk ott kint a helyszínen. Pontosan, szinte tűpontosan be lehet lőni az összes részét a lelőhelynek. Így van, a segítségével lényegében méterre pontosan be tudjuk lőni magunkat, hogy hol vagyunk és hogy hol kell lásnunk. Azt kell, hogy mondjam, nagyon kevés régésznek adatott meg ez a szerencse, hogy egy temető esetében tudja ilyen pontossággal, hogy hol kell lásni. Azért mondom így, mert általában a légifotókat villák és különböző épületek, földvárak kapcsán
láthatjuk interneten vagy sajtóban. Nagyon ritka az, hogy temetőben ennyire szépen látható, hogy hol helyezkednek el a sírok. Ugye beszéltünk, hogy több mint 400 sír feltárásra került 80 évvel ezelőtt, és ti most hol folytattátok a munkát? Mi a 453. számtól kezdtük el a sírszámoknak a kiadását, és 49, egészen pontosan 49 sírt tártunk fel. Egyébként még most a beszélgetésünk idején is néhány napig folyamatban vannak a munkálatok. Úgy tervezzük, hogy ez egy több éves kutatási projekt lesz. A temető kiemelkedő jelentősége miatt szándékunkban áll a temető teljes területének a feltárása, mert csak így alkothatunk, így lehet teljes a képünk az egykoron ott élő kiemelkedő, kutatás szempontjából kiemelkedő jelentőségű közösségről. Miért olyan kiemelkedő jelentőségű ez a közösség? Több szempontból is meg lehet közelíteni a kérdést. Egyrészt azért, mert egy avarkori temetőről van szó. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy a köztudatban nem szerepel elég nyomatékkal az avarkor, hiszen ma már egyre inkább úgy látjuk biológiai értelemben mindenképpen az avar köznép leszármazottainak tömegeiből állhat a későbbi korárpátkori magyar köznép. Tehát azt lehet mondani, hogy az őseinket is tisztelhetjük ezekben az emberekben. A másik szempont pedig az, hogy itt ez a közösség, avarkorról beszélünk 6.-tól a 9. századig, és tudjuk, hogy a római kor az 5. század elején véget ért a Dunántúlon, kivonult a római közigazgatás a hivatalnokaival és a hadseregével, viszont, és korábban a kutatás úgy is hitte, hogy Kelet-Dunántúlról ez a népesség teljes kivonását, a lakosság teljes kivonását is jelentette, de egyre inkább úgy látjuk, hogy itt a római kori népesség jelentős számban helyben maradt, és Csákberényi temető ilyen szempontból nagyon fontos, hiszen ide egy ilyen romanizált kultúrájú közösség tagjai temetkeztek zömében. Emellett ugyanúgy itt megtaláljuk mellettük a keleti sztyeppi avar vezetőréteget, akik lovassírokkal és lósírokkal temetkeztek, sokszor ezek fegyveres temetkezések utalnak arra, hogy ők gyakorolták itt a hatalmat. A korábbi feltárásokból kardok, láncsák, íjaknak a csont merevítései, amik megmaradtak, nyílhegyek, fokosok tartoznak itt a említésre méltó leletek közé, a fegyverek közül legalábbis. De akár akkor az is elképzelhető, hogy amikor itt beérkeztek, akkor ugye nem gyilkoltak le nyakra főre mindenkit, hanem ez a köznép, ez a romanizált köznép, ez itt maradt, és ugyanúgy itt tette-vette a dolgát, és itt éltek békében? Igen, nekem ez egyébként a munkahipotézisem. Nyilván ezt bizonyítani kell, mert a régészeti kutatásban, a régészeti időrendben van egy körülbelül 150 éves hézag a római kor és az avarkor kezdete között, ahol nem tudjuk kimutatni a kontinuitást legalábbis régészeti módszerekkel a kultúrában, a leletanyagban, de az embertani kutatások rámutattak arra, legalábbis az antropológiai kutatások, hogy bizony nagy valószínűséggel a késő római emberek leszármazottait láthatjuk az ide temetkező közösségben, és ehhez szeretnénk még több mintával szolgálni, hogy reprezentatívnak tekinthető adataink legyenek, és lehetőség szerint a későbbiekben kiterjedtebb összehasonlító vizsgálatokkal megerősíteni, genetikai vizsgálatokkal megerősíteni, és persze a régészeti elemzéssel is. Erre pedig jó helyszín lehet akkor, ahogy említetted is, a Csákberény Oron pusztai avarkori temető. Sőt, nemrég elhunyt Nádorfi Gabriella kolléganőnk ásatása zajlott még a 80-as években a csákvári késő római kori temetőben, amelynek az a kiemelkedő jelentőség, hogy a késő római koron túlmenően a hunkorban és az azt követő úgynevezett germán időszakban is használatban volt. Tehát ha ezt a temetőt beemeljük a kutatáson, és sor kerül a részletes kielemzésére, az én véleményem szerint, vagy reményem szerint tovább lépést érünk el ennek a kérdésnek a kutatásában, hiszen légvonalban néhány kilométerre van egymástól a kettő temető,
az én felvetésem, munkahipotézisem, ami még bizonyításra szorul, hogy lehetett leszármazási kapcsolat esetlegesen a kettő közösség között. Ha már a temetőket említettük és a közösséget, akkor nyilván van település is, vagy lennie kell valahol egy településnek, hiszen akik ide temetkeztek, azok valahol éltek. Mindenképpen lennie kell egy településnek. Egy állandó településnek ezt hangsúlyozom, hiszen már csak azért is, mert romanizált közösségről beszélünk, tehát nem nomadizáló emberekről, de azért is, mert az avarkorban talán kevesek tudják, hogy ugyan egy keleti lovasnomád népként érkezett ide, de már egészen a korai időszakban letelepült életmódot folytattak, fölvették úgymond a Kárpát-medencei élet ritmusát, és a letelepült életmód átvette a nomadizáló állattartás helyét, tehát meg kell lenni az állandó településüknek, de az a kérdés, hogy hol, mert még nem ismerjük. Remélhetőleg még az idén sor tudunk ejteni egy ilyen jellegű kutatásra is, amivel ezt a falut keresnénk. Ugye ott voltunk kint a helyszínen, itt a nézők is láthatnak felvételeket magáról a lelőhelyről, és ott is már beszélgettünk és megállapítottad, hogy voltak bolygatott és bolygatatlan sírok is. Mik azok, amik itt előkerültek, vagy milyen érdekességeket tudnál említeni ezek kapcsán? Sajnos az avarkorban általánosságban elmondható, hogy a síroknak igen nagy része bolygatott. Itt is azt mondanám, hogy a bolygatottság aránya megközelíti a 90%-ot. Ez azt jelenti, hogy a sírok 90%-át még a jelek alapján az avarkorban kirabolták. Erre több jel is utal, talán most a részletekben nem megyek bele, de egyfajta helyszínelők módjára próbáljuk kutatni azt, hogy ki és mikor követhette el ezt a rablást, vagy hát legalábbis, hogy ki, azt sose fogjuk megtudni, de hogy melyik időszakban követhették ezt el. És annak ellenére, hogy a sírok nagy része bolygatott, így is mai szemmel nézve igen értékes leletanyag maradt bennük, mert a rablók egyértelműen a nemes fémeket keresték, aranyat, ezüstöt emelhettek ki a sírokból, és benn maradtak a különböző bronztárgyak, csontból faragott, csontból készült tárgyak, és természetesen a különböző vas eszközök. Vagy például egy kereszt is előkerült, hogyha jól emlékszem. Igen, az például ólomból készült, egy kis körömnyi méretű ólommedálról van szó. Még előttünk áll annak a kifürkészése, hogy ebben az esetben egy keresztény jelképről beszélhetünk-e, és ha igen, akkor esetleg a viselője is a keresztény hit gyakorlója lehetette. Ezek mindig nagyon nehéz és nehéz kérdések, ingoványos talajra vezetnek minket, de gondoljunk csak bele, hogy milyen csodálatos lenne az, hogyha a római államigazgatás kivonulását követően mondjuk egy jó 200 évvel úgy, hogy kivonul az egyház szervezet is, mondjuk itt még keresztény hitű embereket találnánk, hogy milyen szívós továbbélése lenne ez a keresztény hitnek, de ezt hangsúlyozom, főleg ha szakmabeliek is hallják ezt a beszélgetést, hogy ez csak egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen elméleti megfogalmazás és egy szép gondolat, de azt nyilván kutatnunk kell, hogy állhat-e ennek a hátterébe valóban ilyesmi. Voltak szinte teljes egészében nagyon jól és éppen megmaradt csontvázak is az egyes sírokban. Nyilván ezek feltehetően nem voltak bolygatva az elmúlt évszázadokban. Igen, a csontoknak általában közepes a megtartásuk a bolygatott síroknak is, viszont valóban vannak olyanok, amik kifejezetten jó megtartásúak, ahol épségben, anatómiai helyzetben helyezkednek el a csontok, láthatóan nem bolygatták őket. Hát, hogy pontosan mi a magyarázata annak, hogy melyik csont marad meg jobb állapotban. Ez is egy ingoványos talaj, mert nagyon sok minden befolyásolhatja a talajminőség, azt, hogy milyen ruhában temették el, nyilván az egyén csontozatának a miensége is befolyásolhatja, de például az épebb csontok, azok kivétel nélkül olyan sírokból kerültek elő, ahol valamilyen sírépítmények nyomát
véltük felfedezni. Tehát elképzelhető, hogy ennek a sírkamrának, vagy valamilyen sírépítménynek köze van ahhoz, hogy ezek a csontok jobb állapotban fennmaradtak napjainkig. Beszélgettünk a mienségéről, meg az életről, meg egyáltalában az is tetten érhető volt, hogy ugye abban a korban nagy volt a gyermekhalandóság, hiszen számos ilyen sír is előkerült. Igen, nagyon sok a gyereksír, szemmel láthatóan is a temetőben. Sajnos a gyermekek csontjait, tehát az ő csontjaik nem maradtak meg napjainkig, kevés kivételtől eltekintve, legalábbis itt ebből a temetőből, mivel gyengébb a csontozatuk, ezek felszívódtak. Sokszor csak egy-egy kis csonttöredék vagy fog, tejfog, érdekes módon ezek jobban megmaradtak. Csak ez utal arra, hogy nem üres sírokról volt szó, hanem oda gyermekeket temettek. Egyébként nem csak az avarkorra jellemző ez a magas csecsemő és gyermek halandóság, hanem gyakorlatilag a végig a 20. század előtti időszakokra ez általánosan elmondható, és sajnos az avarkor sem kivétel ez alól. 3 hétig zajlott a munka, és hogy említetted is, még a héten is folytatódik, és az utolsó pillanatban is jöttek meglepetések. Igen, 3 hetesre terveztük a munkát, de egy váratlan dolog közbejött, ahogy ez lenni szokott minden határidősen megtervezett társatásnál. Nekünk jött egy nagy zivatar, vagy hát záporeső, ami megmosta a síroknak az oldalfalát, és élénken láthatóan kirajzolt nekünk olyan sírépítménynyomokat, amire korábban nem, vagy csak nem ilyen részleteiben figyeltünk fel, és elkezdtük ezeket a csodálatos jelenségeket dokumentálni, alaposan felmérni, hogy később ez rekonstruálható legyen, és láthassuk azt, hogy milyen sírépítményekről van szó, hiszen a fa teljesen elkorhat napjainkra, csak ilyen lenyomata marad meg, és hát egy egész különös módon a sírba leereszkedve, a falakat újra benedvesítve, lespriccelve vízzel újra dokumentáljuk ezeket, majd miután ez a folt dokumentáció megtörtént, kibontjuk ezeket a jelentkező foltokat, és azt vizsgáljuk, hogy ezek a nyomok a valóságba így negatívba kibontva, hogy nézhettek ki, mert ebből készült el aztán később a rekonstrukció. És úgy néz ki, hogy többféle sírépítményről van szó, és hát olyan nagyon elöljáróba nem akarok részletekbe belemenni, de talán egy érdekességet, hogy van egy sírunk, ami úgy néz ki, talán elmondhatjuk azt, hogy egy házikót építettek fából az ott eltemetett fölé, egy ilyen halotti házat nevezzük így, ami azért érdekes, mert a római korban voltak ilyen temetkezések, akkor tégla, tegulák és kövek felhasználásával, itt azonban ez faszerkezetből hozták létre. De ez is lehet, laikusként kérdezek, akár ennek a romanizált lakosságnak arra egyfajta igazolás. Igen, ezért csillant fel nekem is a szemem, amikor ezt így felfedeztük, de hát nyilván ehhez még további megerősítés és további összehasonlító kutatás szükséges, hogy ezt bizonyossággal kijelenthessük, de igen, ez a felvetés részemről is, hogy elképzelhető, hogy itt római előképek jelennek meg előttünk egy sokkal későbbi korban. Akkor, ahogy említetted, ez egy hosszabb folyamat lesz, és akkor mindenképpen lesz még folytatás? Igen, most 50 sírral számolva, és tudva azt, hogy a légifotó alapján, hogy még hány sír van a Földben, egy olyan 12 éves kutatással számolhatunk. Most nyilván ez lehet hosszabb is, rövidebb is, nagyon sok mindentől függ, de ezt mindenképpen egy hosszú távú projektnek tervezzük, és hát célunk az, hogy minél jobban kiterjesszük a kutatásokat, minél több társtudomány bevonásával, hogy minél több információt nyerhessünk ki az így feltárt sírokból, hiszen a régészet az alapvetően egy romboló szakma. Tehát amit mi feltárunk, az abba a valóságába megszűnik létezni. És ezért fontos az, hogy nagyon alapos dokumentáció készüljön, és minél több szempontból, akár már ott a helyszínen vizsgáljuk a dolgokat. Akkor még biztos, hogy fogunk beszélgetni itt ebben a stúdióban is erről a témáról. Így van.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Könnyed dallamokkal várták a hétvégén a belvárosba a látogatókat, ismét hangolódhattak az Operett Fesztiválra az ide érkezők, hagyományteremtő szándékkal hamarosan elstartol majd ez a rendezvény a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Házban. Jöjjenek most a részletek! Zsúfolásig megtelt a Városháztér várakozó operettrajongókkal, akik stílszerűen a Hintóval érkező Füredi Nikolett és Keller János parádés estjét várták. A két művész mintegy megelőlegezve a július 26-án, 27-én és 28-án a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban megrendezendő operettgála műsorát, népszerűsítendő az örök műfajt, ismét elvarázsolták a nagy érdeműt. Mindig nagyon nagy örömmel tölt el, hogyha az operett műfajban picit lubickolhatunk, mert azt gondolom, hogy ez egy annyira különleges zenei műfaj, tényleg egy hungarikum, annyira a lelkünkhöz, a szívünkhöz közel áll. Én egyébként a Budapesti Operett Színházban főleg musicaleket játszom, és vidéki színházakban játszom operettet. Mindig nagyon-nagyon nagy boldogság. Különösen örülök, hogy itt Fehérváron kerül megrendezésre ez a Királyi Operettnapok, mert ide is nagyon-nagyon sok szép emlék fűz. Talán az első operett primadonna szerepem a Cirkusz Hercegnőben, azt itt játszottam. Keller János volt az egyik partnerem, úgyhogy azért is nagyon különleges, mert ő is nagyon-nagyon jó barátom, úgyhogy nagyon nagy izgalommal és boldogsággal várjuk a következő perceket. Ha már a Cirkusz Hercegnőről volt szó, akkor ne is kérdezzem, hogy melyik az a szerző, aki különösen közel áll a szívéhez? Hát igazság szerint megmondom őszintén, hogy most éppen per pillanat Vígöző egyet játszom Sopronban, most éppen Lehár Ferenc az egyik szívem csücske. Tényleg azt gondolom, hogy bővelkedik a magyar zeneirodalom nagyszerű szerzőkben, úgyhogy igazából nem tudnék olyat mondani, ami a kedvencem, épp mindig az a kedvencem, amit éppen játszom. Füredi Nikolett, a Honi Musical királynője, meg annyi nagyívű főszerep után Keller János invitálására, a fehérvári közönség nagy örömére, erre az estére visszatért az operetthez, hogy csoda pillanatokkal ajándékozza meg az édes gúzs dallamok kedvelőit. Múlt héten, amikor az Országalmánál Váradi Eszter Sárával énekeltünk a kedves közönségnek, illetve a kedves közönséggel, tényleg megható volt az, hogy ennyi ember kijött és meghallgatta ezt a műsort. Rengetegen jelezték, hogy jönnek a Királyi Operett Napokra, úgyhogy az a szándék, amiért létrehoztuk és illetve hívtuk ezt a rendezvénysorozatot, én azt gondolom, hogy a hozzáfűzött reményeket abszolút beváltotta. Pazar vendégeket hívtál, és azt gondolom, hogy ezzel be lehet teljesíteni azt a missziót, amit kitaláltál. Ma este Füredi Nikolett lesz a vendéged, akivel már játszottál együtt sokat. Én azt hiszem, hogy ez egy remek páros ismert. Így van, tizenvalány éve ismerem Nikit, ugye most már 18 éve vagyok a Vörösmarty Színház társulatának a tagja. Nagyon régen megismertem már Füredi Nikolettet, és azt gondolom, hogy a műfaj királynője, tehát fantasztikus primadonna, elképesztő személyiség, nagyon kedves ember, szerintem nincs a földön olyan, aki őt nem szereti, mert a lénye és a kisugárzása, amit ő magából a közönségnek ad, az egészen elképesztő, ezért is esett rá a választásom ezen a hétvégén. A sármos elegancia és a kérlet gyönyörű hang estén ismét bebizonyosodott, az operett jelző szerkezei mára bizony elkoptak. Füredi Nikolett és Keller János duójának végtelen örömmel tolmácsolt dalai egy új dimenziót nyitottak meg minden zenekedvelő előtt, akik bizonyosan nem kívántak mást, mint hogy húzza csak ki világos virradatig. Paletta magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, kellemes estét kívánok!